A fenébe! Üdvözletem minden kedves kopilasztudió nézőnek, én Grénul Létve kicsit egy újabb videó, és egyben bejelentő videó is lenne. Ugye a Facebookon kaptunk olyan kérdéseket, hogy lesz-e kérdezfelelek videó, úgyhogy idézem is, aki írta. Erre nem gondoltuk mi, mert nincs ekkora nézettségünk, hogy tudjuk ezt garantálni, de hogyha akarjátok és szeretitek, akkor írjatok ez alá, a videó alá kérdéseket, és azokat már egy másik videóban meg fogjuk válaszolni ezekkel. Ez volt a bejelentő rész, és kezdjük is a vlogot. A mai vlog egy filmről fog szólni, mégpedig a Wall-E-ről, avagy a szerelmes robotokról. Miért mondom így? Mert alapvetően mi történik benne? Wall-E egy ilyen utolsó robot, akit azért hagytak ott az emberek, hogy tisztítsák meg a terepet, míg ők elmennek az űrbe és ott szórakoznak, nem fél hülyeségeket csinál, míg egy nap az emberek le nem küldenek egy ilyen Eva nevű másik robotot, aki pedig élőlények után kutat, hogy lakható-e a Föld. Miután aztán Wall-E-val találkozik, és Wall-E ad neki egy ilyen növényt, azonnal összezáródik, és akkor visszaviszik az emberek. Egy kicsit később, persze. Aztán miután visszavitte, Wall-E is elment vele az űrhajóra, és ott mindenféle hülye kalandokban van részük, és aztán a végén van a gonoszka, aki nem akarja, hogy visszamenjen a hajó a Földre, mert ugye az már lakhatatlan, és erre a kapitány végre megbozdul, és azt mondja, hogy nem, és akkor mégis visszamennek, és mégis jó minden. Ennek a pozitívumok. Én akkor, amikor először láttam, ez egy mindig szétcsavarom ezt a tollat, komolyan mondom. Én amikor először láttam ezt a filmet, nagyon tetszett nekem, mert akkor még kicsi voltam, de utólag így belegondolva már azért annyira nem. Alapvetően egy nem rossz filmről van szó, csak van-e benne egy-két probléma, mégpedig az, hogy ja, mondjuk űrhajók esetében, hogy szerelmes robotok, ugye, hogy Wall-E meg Eva szerelmes lesz, és én ezt igazából nem értem. Aztán különösebb problémáim nagyon nincsenek vele, de ez egy volt, ami annyira nem tetszett. Összegzésedről a filmről. Alapvetően ez kicsikorúknak egész jó film. Azt nem mondanám, hogy kicsit nagyobbak ne nézzék meg, mert nyugodtan nézzék meg, mert tök jó film. És ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és kövessetek minket Facebook oldalunkon. Sziasztok, én Gray voltam!